Nemzetközi sikerrel indulni nem kis teljesítmény, egy miskolci triónak viszont sikerült. A Barilla-Cika trió egy versennyelt állt össze, amit meg is nyert. A csapat azóta egyre népszerűbb az országban és a határokon túl is. Próbájukon pedig az is kiderült, hogy nem csak három tehetséges zenészről van szó, hanem egy igazi baráti társaságról is. Különleges trió próbál a Zenepalotában. A Barilla-Cika trió három ízig-vélig miskolci tehetségből áll. A formáció névadója Barilla-Cika, ő álmodta meg az együttest. Barilla-Cika neve már az egész országban ismert, több országos tehetségkutatóban bizonyította már, hogy a zene a vérében van. Én tulajdonképpen a zenébe születtem bele. Tehát nekem az egész családom zenész, általában a férfiak a családból. Zenészek, valaki klasszikus zenész, valaki jazz zenész, mindenki más csinál szinte. És szó szerint már édesanyám pocakjában már a zene volt belém táplálva, mert már oda tartották a hangfalat, meg és viszont tényleg szó szerint ebbe születtem bele is, és nyilván minden erőltetés nélkül tényleg az volt, hogy már 2-3 évesen nekem a zongora, meg a mikrofon volt a játékom, meg az, hogy leültem a számítógép elé, és akkor dalokat hallgattam, meg néztem, hogy ő hogy énekel, és hogy kéne azt a hajlítást megcsinálni, és akkor hogy, és akkor ott egész nap ordibáltam tulajdonképpen. Úgyhogy igazából ez a zene, ez magától jött, ez egy magától érthetődő dolog volt, és egy nyilvánvaló dolog. A zene pedig mindhármuk életében hamar megvetette a lábát. Nagyon kiskoromtól, három éves koromban kezdődött el ez az egész. Igazából gitároztam is, meg ilyen kis játékgitár, meg ilyenek is voltak, de mindig is kis dobot kértem, meg ilyenek, meg a fakannalakat, meg a párnákat ütöttem. Aztán 5 vagy 6 éves koromban így ismerősök által is mondták, hogy hú, de jó ritmusérzékem van, és akkor menjek el zenesuliba, és akkor anyáik beirattak, és így 6 éves koromtól az első osztálya párhuzamosan kezdtem el az iskolát, és akkor 8 évig jártam alapfokú művészeti iskolába, és most pedig ide a miskolci Bartók Béla konzervatóriumban járok, és most vagyok végzős, tehát 12 éve tanulok. Én 12 évig klasszikus zongoráztam. Szóval én itt a Bartók Konzumban is, én egyébként 3 tanszakos voltam, klasszikus zongora, jazz zongora és jazz basszus gitár. De egyébként imádok dobolni, meg hát nyilván énekelek, csak azt nem tanultam. Az van, hogy valamiért tényleg kicsi koromtól vonzott. Tehát én a klasszikus darabokat is, én rengeteg klasszikus zongora versenyen voltam. Megyei, országos, mindenféle, szóval tényleg nekem az volt a fő. De valahogy, hogyha kaptam mondjuk egy romantikus darabot, ami mondjuk egy Chopin, akkor valahogy a jazzt láttam meg benne. És mindig másképp játszottam, mint egy tényleges klasszikus zongorista, aki nem játszik más stílust. Valahogy mindig, és ez mindig tetszett, akár a zsűrinek, vagy a közönségnek, mikor ugye kiről volt szó. Mindig tetszett az, hogy valamilyen más részét fogom meg a zenének, egy másik oldalát, és nyilván mellette én párhuzamosan csináltam a jazz, tehát én otthon gyakoroltam, én írtam le a transzkripciókat, én abszolút benne voltam, meg énekeltem, de valahogy a klasszikus, meg úgy gondoltam, hogy az meg kell, mert ez még egy olyan szintű zongorában egy olyan szintű technikai alapot ad, meg egy olyan szintű elméleti tudást, ami szerintem egy igazi jó jazz muzsikusnak, amire szüksége van. Tehát, hogy az úgy gondolom, hogy kell ahhoz, hogy minden egyes másodperccel valaki tisztában legyen igazán. Aztán igazából popot is játszunk, R&B-t is játszunk, soul-t is játszunk, szóval mindent.
Bari Lacika fiatalkora ellenére is komoly elismerésre tett szert a zenei berkekben. A tehetségkutatók mellett egy fúziós jazz együttest is létrehozott, de az iskolai évek szétszakították a zenekart. Mikor sok koncert lett volna, meg lettek volna megjelenések, akkor érettségi időszak volt, tehát ugye mindegy 18 éves srácokról beszélek, velem egykorúakról, ugye akkor. Ez volt körülbelül, hát igen, nem, hogy körülbelül, ez 2 évvel ezelőtt. És aztán jött egy romániai marosvásárhelyi erdélyi nemzetközi jazzfesztivál, egy verseny. Amire úgy gondoltam, hogy csinálok egy triót, tehát hogy ebből a zenekarból kiveszem Mózest meg Mátét, és összehozunk valamit, és elindulunk ezen a versenyen. Így is történt, ráadásul remek eredménnyel debütált a Miskolci trió. Ez egy nemzetközi jazzverseny, Marosvásárhelyen, Romániában van szervezés alatt, és ott csinálják évről évre. Mi voltunk azt hiszem a 10. pont a jubileumi alkalmon, és akkor oda sikerült kijutnunk, és ott meg is nyertük. Két kategóriába indultunk, a legjobb zenekar és a legjobb énekes kategóriájába, ugye a Lacika révén, és ő megnyerte. Vagy hát igazából így közösen nyertük meg, de hogy az ő nevén az énekes kategóriát. Onnan indult el ez a dolog igazán. Szóval utána lettünk igazán jó barátok, tehát a zenekari meg a szakmai dolgok mellett tényleg az van, hogy tehát napi szinten együtt vagyunk rengeteget, együtt megyünk mindenhová, mit tudom én, szóval tényleg nagyon jó barátok vagyunk. És úgy gondolom, hogy a zenélésünknek az alapja, az talán lehet, hogy ez tényleg hülyén hangzik, de hogy a hülyeség. Mert amellett, hogy nyilván azért nehéz dolgokat játszunk, meg azért le van az írva, meg én meghangszerelem, meg megcsinálom otthon, és akkor küldöm szét a hanganyagokat a srácoknak, meg kitaláljuk együtt is. Amellett a gyakorlás és a komoly része mellett rengeteg hülyeség van, de tényleg, tehát valamikor még a színpadon is tényleg az van, hogy olyan szituációkat élünk meg akár a koncert előtt, vagy koncert után, hogy a színpadon eszünkbe jut, és így egymásra nézünk, és tényleg így tehát elkezdünk nevetni, de úgy gondolom, hogy pont emiatt van meg ez a fiatalos lazaság bennünk. Fiatalos lazaság mellett a Bari Lacika trió lelke a barátság. Nagyon jól érzem magam ebben a trióban, mind zenéleg, mind pedig emberileg. Nagyon hamar összekovácsolódtunk a srácokkal tényleg. Azt tudni kell rólunk, hogy a zenélésen kívül is sok időt töltünk egymással, és szerintem fontos az egy zenekarnál, hogy ne csak zenéleg legyenek együtt, hanem emberileg is. És nálunk ez abszolút megvan, tehát nagyon-nagyon jól érzem magam tényleg, annyit nevetünk, mint még soha senkivel, tehát nagyon egy hullámhosszra vagyunk így, és az emberi rész mellett, mint zeneileg is, ennek is nagyon örülök, úgyhogy számomra azért is nagyon különös ez, mert én nagyon szeretem a jazz, meg szeretem magam így kielni a hangszeren, és itt ez abszolút adott, és lehetőségem van rá. A műfaji sokszínűség mellett pedig a technikai tudás magas szintje jellemzi zenéjüket. Mi a jazznek nagyon sok rétegét érintjük, hát ugye a jazz az már egy nagyon tág fogalommá nőtte ki magát,
nagyon sokféle zeneiségnek a stílusjegyeit érinti és felhasználja, akár a hip-hop, akár az R&B, a soul, a funky, a gospel, tehát minden ilyesmit mi is egyébként előszeretettel használunk, és kevergetünk akár egy számon, de nyilván a palettánkon belül. És hát egy-egy munkafolyamat ez ugye érdekes. Vannak olyan dalok, amelyeket feldolgozunk, vannak olyanok, amiket úgy játszunk, ahogy egy másik eredeti előadó is, illetve már volt is rá példa, és a jövőben is mindenképp tervezünk, hogy saját dalokat is fogunk játszani. De egy ilyen munkafolyamat az általában úgy van, hogy van egy ötlet, hogy srácok, akkor játsszuk már ezt a számot. Jó, nagyon szuper, nyúljunk-e hozzá, kicsit tegyük még jobban a sajátunkével, vagy pedig hagyjuk úgy, ahogy az eredeti előadó játsza. És ha úgy van, akkor nyilván ugye azt lehallgatjuk, mégis azért egy-két dolgot beleteszünk, ami a sajátunk. Az áthangszerelést Gyurisben Bari Lacika készíti, de a srácok is hozzáteszik a maguk tehetségét és tudását. Hiába hárman vagyunk, mégis egy olyan hangzást tudunk létrehozni, amit ha visszahallgatok, nem hiszem el, hogy hárman vagyunk. Tehát teljesen meglepődök még én is magunkon, mert valahogy, tehát én azt gondolom, ez az a zene, ami a szívünkből jön, és örömzene. És ezért tud egy olyan különleges zene lenni, amit így mi is meglepetésként tudunk visszahallgatni, hogy így hiába hárman vagyunk, beletesszük mindenki a saját kis kreativitását, ízlését, és az egész az mégis egy olyan kerek dolog lesz, ami meglepő teljesen, és ettől lehet azt gondolom egyedi, hogy szívből zenélünk. Ez pedig nem csupán a koncerteken, hanem egy egyszerű próbán is érzékelhető. A trió nem a könnyebb utat választotta, különleges zenéjük úttörő, de a közönség egyre jobban kedveli. A fiatal formáció előtt fényes jövő áll. Ami egy kicsit talán nehéz a számunkra, hogy Magyarországon nem feltétlen annyira nagyon kedvelik így a jazz is, főleg ezt a műfajt, viszont hála Istennek, hogy azért elég sok helyen most már úgy talán sikerült egy kicsit azért bogarat ültetni az emberek fülébe ezzel a zenével, úgyhogy hát ha talán így fel tudjuk pezsíteni ebből a szempontból a magyar zenei életet. A hazai közönség már kezdi érezni, milyen kincs a magyar zenei életben a trió, a nemzetközi verseny pedig a határokon túlra is elrepítette a nevüket. Most is készülünk, most már egyre többet járunk külföldre, szóval Lengyelország, Románia, Szlovákia, próbálunk egy picit terjeszkedni, de Magyarországon is most nemrég voltunk, a Művészetek Palotájában volt Magyarország egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb jazzfesztiválja, ez a Műpa Jazz Showcase, és meghívtak minket, felléptünk, volt egy órás koncertünk, minden éven meghívnak a Budapest Jazz Klubba, a Magyar Jazz Napjára koncertezni, úgyhogy tényleg most már olyan dolgokat élhetünk meg, ami talán eleinte picit olyan volt, hogy hát mikor fogunk mi a Műpába játszani. És pont valamelyik héten beszéltük, hogy talán így lehet előre tekinteni még nagyobb dolgokra, és ugyanúgy el lehet érni azt is, mint ahol most tartunk. Úgyhogy gyakorolunk, próbálunk, stúdiózunk. Próbálunk fejlődni, csináljuk ezzel a dolgunkat mindenfelé, és reméljük, hogy a legjobb lesz minden. Close to you, that is why.